Gergőhöz fordulok egy pillanatra. A régóta ismerjük egymást, ezért egy személyesebb szállal kezdem. Ezelőtt 20 évvel mind a ketten ilyen nagyon tech optimisták voltunk, és azt gondoltuk, hogy ha összedrótozzuk egymást, hogyha tudunk egymás létezéséről, hogyha értesülünk nap mint nap arról, hogy mi egyébként egy digitális térben lakozunk, akkor ez egy boldogabb, szebb és jobb világot fog eredményezni. Ez részben egyébként sikerült, részben pedig vannak árnyoldalai, és ezért azt kérdezem a Gergőtől egyébként, hogy most az óriási hype, ami a mesterséges intelligenciát körbeveszi, a szárnyal a Nasdaq, az amerikai digitális tőzsde plusz 20%-os eredménnyel zárták az elmúlt fél évet, mert gyakorlatilag az amerikai friss, forró tőke ömlik ebbe az iparágba. Mindenki AI-t és chatbotot és ilyen hasonló dolgokat fejleszt. Egyáltalán beszélhetünk-e mesterséges intelligenciáról? Ez már az-e, amit mi mesterséges intelligenciának nevezünk, vagy még most csak egy adatbázis és egy lexikon? Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Két kérdést is lehet azonosítani abban, amit most feszegetsz. Az egyik, hogy miért, milyen élethelyzetben, milyen mentális állapotban, milyen világkép esetén áll az ember techno-optimistán ezekhez a változásokhoz, és mikor nem. És a másik, hogy egyébként ez mi, amiben most vagyunk. Én megbocsátó vagyok magunkkal szemben. Valóban nekem is voltak olyan, nem is olyan régen egyébként, nem is 20 éve, hanem akár 12-15 éve is még olyan elképzeléseim, hogy azok a problémák, amiket látunk magunk előtt, legyen szó ökológiai, társadalmi vagy egyéb problémákról, nem lesznek problémák, mert úgyis találunk jó technológiát rájuk időben. Biztos, hogy valahogy megoldjuk, gondoltam én. És a digitalizációban is inkább a lehetőséget láttam. Szerintem azért érdemes magunkkal megbocsátónak lenni, mert még 12 éve is nagyon más volt a világ ahhoz képest, amilyen ma. 20 éve meg egészen más volt. Szerintem ma a világ az, vállalom ezt a kijelentésemet, szerintem sokkal rosszabb hely, és sokkal veszélyesebb hely. És ennek ebben jelentős szerepe van nem az AI-nak önmagában, hanem a digitalizációnak. Erről szívesen mondok majd többet. A másik kérdés, amit feltettél, hogy ez a mesterséges intelligenciának nevezett dolog, ez mi? Abban egész biztos vagyok, hogy nem intelligencia. Most már mindegy, tehát elneveztük, és nem gondolom azt, hogy a ilyen nyelvi küzdelmek azok sikerrel megvívhatók ezen a területen, tehát szerintem most már ennek rá fog ragadni az a név, hogy mesterséges intelligencia. Viszont az intelligenciáról nem tudjuk, hogy mi, még nem tudjuk pontosan meghatározni, több évszázad töprengése után sem, ami azt jelenti, hogy a mesterséges intelligenciáról sem tudjuk következéseket tudjuk modellezni sem, tehát nem tudunk mesterséges verziót létrehozni belőle. Nincs olyan komolyan vett agykutató a bolygón, aki azt állítaná, hogy értjük az emberi agy működését. Ezt senki nem állítja. Hogyha az ember olvas nagy, komoly tudósokat, akkor azt látja bennük, hogy ugyanaz a gyermeki lelkesedéssel és rácsodálkozással beszélnek mondjuk az emberi agyról. Több évtized sikeres életpályája adott esetben Nobel-díjak után, mint amikor beiratkoztak az egyetemre. Ez azért van, mert minél több kérdés megválaszolunk, annál több új kérdés nyílik ki. Ez azt jelenti, hogy ha nem értjük az emberi agyat, azt jelenti, hogy modellezni sem tudjuk, tehát nem tudunk mesterséges verziót létrehozni belőle. Hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor ennek a kihívásnak a közepén a lélek nevű dolog van. A mesterséges intelligencia ez egy számítási kapacitáson alapszik, és az azért elég biztos, hogy az intelligencia többről szól, mint számítási képességről. A számítási képesség biztos, hogy a része, viszont a számítási képességnek nem része csupa sok olyan dolog, ami emberré tesz minket, ilyen például a kíváncsiság és az ambíció, ilyen az intuíció, az érzelmi intelligencia általánosságban, ilyen a hatalomvágy, ilyen a lelki furdalás. Csupa olyan dolog, ami az ember... Igen, így van, és általánosságban az öntudat, amiről szintén nem tudjuk, hogy micsoda. A bűntudatot mondod, igen, a bűntudat is ilyen. Tehát az biztos, hogy
hogy rengeteg megválaszolatlan kérdés van, és lehet, hogy ezeket sosem fogjuk tudni megválaszolni. Létre tudunk hozni ilyen primitív maketteket, és a ChatGPT az egy primitív makett, de lelke az ugye nincs, tehát üres. És szerintem ez szép és helyes így, hogy így van, nincs ezzel semmi probléma. Mondom, nevezzük nyugodtan mesterséges intelligenciának, csak egyébként nem az. Ez egy rendkívül emberközpontú és humanista érvelést hallottunk az előbb, igazából, mert arról beszélsz tulajdonképpen, hogy az intelligencia az maga az ember misztikuma, és másképpen nem hozható létre, és az, hogy létrehoztunk még ilyen szöveges alkalmazásokat, az még nem az az intelligencia, amivel egyébként a civilizációnkban illetjük az intelligencia szót. Hát illetve van egy, ennél a helyzet rosszabb, mert a mesterséges intelligencia jelenleg egy olyan eszközt ad az ember kezébe, amivel a saját intelligenciáját viszont könnyedén leépítheti. Tehát ez a korábbi ipari forradalom az újdonságaira nem volt jellemző. Tehát a szokása az ipari forradalom, illetve a szokása a technológiai forradalom, mert nem csak ipari forradalomról van szó, hiszen a mezőgazdasági forradalom is forradalom volt. De ezeket a technológiai forradalmakat szokás egy ilyen lineáris folyamatként, vagy lámokat ábrázolni. A mostani szerintem nem hozható párhuzamba az előzőekkel, mert az előzőek azok valamilyen módon az ember adaptációs képességét szolgálták, és valamilyen módon az emberi befolyás kiterjesztéséről szóltak. Mindegyik a saját maga előnyeivel és hátrányaival. Mindegyiknek voltak előnyei. Nyilvánvalóan a mezőgazdasági forradalomnak voltak előnyei, meg tudtunk állapodni fizikailag, kialakulhattak társadalmak, és a magántulajdon intézménye is ehhez kötődik. Az ipari forradalomnak is voltak pozitív következmények, voltak negatív következmények is. Viszont mindegyik az emberi hatalom befolyás saját sorsunk fölött viselt befolyásnak a kiterjesztéséről szólt. Viszont a mesterséges intelligencia jelenlegi alkalmazásai azok nagyon könnyen, hát igazából a marihuánához tudom hasonlítani, látszólag segítség, meg fájdalmat csökkent, meg stresszoldó, meg ilyen hülye feladatokat ki lehet szervezni most AI esetében. Valójában hosszú távon az elhűléshez vezet, és ennek az az oka, hogy ugyanazt a területet, tehát egy olyan területet szervezünk ki az AI-nak, ami az agy tréningezése szempontjából meghatározó fontosságú. Ugye nagy nyelvi modelleknek nevezik az AI mögötti infrastruktúrát. Ami szerintem pontos. Csak az a gond, hogy pont a nyelvhasználat tesz minket többek között emberré. Ezt el szoktam mondani, egyébként a könyvben is van róla szó, hogy van egy úgynevezett csimpánzteszt az evolúció biológusoknál. Nagyon régóta gondolkodnak arra, hogy mi a különbség a többi emberszabású majom meg a homo sapiens között, és ideig azt gondolták, hogy a rétegzett társadalom, aztán kiderült, hogy a csimpánzoknak is van olyan, tehát hierarchia. Azt is gondolták, hogy az összetett eszközhasználat, aztán kiderült, hogy a varjak meg a hollók azok elég jól használnak mindenféle eszközöket. És ahol most tart a tudomány, az az, hogy ez a nyelv használat. A nyelv a legnagyobb különbség a többi emberszabású és a homo sapiens között. És azt is gondolják sokan, hogy ennek az oka egyébként a család volt, illetve az utódnemzés, mert az emberek sokkal nehezebben hozzák, több szenvedés, fájdalom árán hozzák világra az utódjaikat, ezért szükség volt a családnak az asszisztenciára, egy szoros családi körnek a segítségére, hosszú időn keresztül, ez sok állatnál nincs így, és emiatt muszáj volt egy intenzív kommunikációt kialakítani, és ez lett az emberi nyelv. Na és az emberi nyelvről ma már tudjuk azt, hogy, és ezt laikusként is meg lehet állapítani, hogy az agy képességfejlesztésének az egyik legfontosabb eszköze. Mindenki tudja, hogy az idegen nyelv tanulásnak nem csak az a előnye, hogy az ember megtanul egy idegen nyelvet, hanem az agyát tréningezi vele. Budapesten a Váci úti irodafolyoson vannak olyan cégek, nagy amerikai cégek, azért vannak itt, azért hozták ide az innovációs központjaikat, mert azt mondják, hogy Amerikában nem lehet az innovációs központ, mert az amerikaiak sose voltak rákényszerítve, hogy megtanuljanak idegen nyelvet, és emiatt az agyuk kevésbé tréningezett. És ha már idegen nyelven beszélő embereknek
embereket keresnek, akkor miért ne vigyék az egyik legnehezebb nyelv hazájába az innovációs központjukat, nekik az a tapasztalatuk, hogy ez számít, hogy, ez, hogy, hogy a magyarok magyarul tanulnak meg. Kognitív képességeikre befolyással van. És a mondatszerkesztés, a szavak megtanulása, struktúrában gondolkodás, azok a dolgok, amiket a nyelvészek szintaxisnak, szintézisnek, szemantikának neveznek, azok az intelligenciának meghatározó építőkövei, és amikor azt mondjuk, hogy mi majd csak megmondjuk a ChatGPT-nek, hogy mi lesz a feladat, és majd ő megoldja, akkor ez egy elég rövidlátó logika, mert egy idő után meg se fogjuk tudni mondani helyesen a ChatGPT-nek, hogy mit várunk tőle, hiszen kiszerveztük a legfontosabb szellemi munkát, kiszerveztük a legfontosabb, az intelligenciát leginkább edző tevékenységet, ami a szövegalkotás, a nyelv aktív használata. Nem fogjuk tudni jól briefelni a mesterséges intelligenciát akkor, hogyha funkcionális analfabéták vagyunk. Úgyhogy azt gondolom erről, hogy ez az első olyan technológiai helyzet, ami potenciálisan az adaptív képességeinket csökkenti és nem növeli. Sokáig lehet beszélni, még egyszer mondom, a mezőgazdasági forradalomnak, vagy a ipari forradalomnak, a pozitív-negatív oldaláról, azoknak a szaldójáról. Lehet jókat vitatkozni, erről szól, a kultúrtörténetnek a nagy vitái erről szólnak, a szocializmus, kapitalizmus. Ezek izgalmas viták. De az nem kérdés, hogy az emberi befolyást ezek szélesítették. A mesterséges intelligencia az potenciálisan csökkenti a befolyásunkat a saját sorsunk felett. Ez nem biztos, hogy így lesz, csak azt mondom, hogy veszélyes, és ekként érdemes gondolkodni róla. Tulajdonképpen amellett érvelsz, hogy szóval amellett érvelsz, hogy mint emberek fenntartunk egy civilizációt, amiben vannak struktúrák, és vannak a struktúrából eredeztethető, és másféle hatalmi viszonyrendszerek. És az egyik ilyen hatalom egyébként, hogy ugye nyilvánvalóan képesek vagyunk megnyilvánulni, és ahogy kifejezzük magunkat, az jelent valamit jó esetben. Ha ezt átszervezzük a gépnek, a gépisten felé, akkor lemondunk egy olyan típusú, egyébként bennünket emberré tevő, vagy mi úgy gondoljuk, hogy emberré tevő jelenségről, amit eddig nem engedtünk is a kezünkből. Igen, de ettől függetlenül is érdemes egyébként szkeptikusnak lenni. Mindenre, amire azt mondják, hogy forradalom, legyen az a francia forradalom, vagy a ChatGPT, azzal szemben szerintem megtanultuk, hogy érdemes egészséges szkepszissel viseltetni. Ne felejtsük el, hogy volt ezen a bolygón egy olyan időszak, amikor egy zacskó tulipánmag volt a legértékesebb tárgy a holland tulipánmánia idején. Tehát a mániák azok a patakok, folyók, amiben folyamatosan imádunk belelépni. És hogy mi lesz, vagy mi nem lesz az AI-jal, azt ennek megfelelően érdemes szkepszissel közelíteni. Annál is inkább, mert nem most először van AI hype. Már a 60-as években is volt olyan amerikai közgazdász, aki azt mondta, hogy 20 éven belül minden értelmezhető munkát az AI fog végezni. Ugye arról, hogy intelligencia, arról beszéltünk már, szerintem nem, viszont attól még, hogy nem intelligencia, lehet a része az evolúciónak. És szerintem ez egy izgalmas és fontos, hogy lássuk azt, a technooptimisták, azok nagyon sokszor érvelnek amellett, köszönöm, hogy igen, de ez az fogadjuk el, hogy ez az evolúció következő lépése. És szerintem lehet, hogy ez így van, attól még, hogy nem intelligencia. De azt kell látni, hogy az evolúció az nem a fejlődéssel szinonima. Az evolúciónak vannak vakvágányai. És nagyon sokszor nem a fejlődés az evolúció sikernek a kulcsa. Erre a kedvenc példám, három kedvenc példám van. Az egyik az aligátor, meg a cápa. Ugye ezek az állatok 200 millió éve nem változtak semmit. Tehát köszönjük szépen. Ők az anti-evolúciós platformon vannak, és elég jól el vannak. Az aligátor egész héten meg sem moccan. 10 percet eszik. 168 órából ennyit tölt el valamiféle operatív tevékenységgel, és nem változott semmit anatómiailag. A cápa szint úgy. És csomó olyan
És közben meg olyan élőlények is vannak, ahol még generáción belüli tanulás is van, tehát megváltoznak a fajok egy generáción belül, mert úgy alkalmazkodnak. Egyáltalán nem biztos, hogy az utóbbi a sikertitka. Másik kedvenc például az anti-evolúcióra az egyébként a Volkswagen Transporter, ami továbbra is a világ legjobb négy kerekű járműve, az eredeti, nem az új ilyen burzsóvá változatok, és ugye azért, és nem függetlenül attól, hogy nem rakták bele az elmúlt 30 év digitális megoldásait. Tehát attól még, hogy valami az evolúció része, és lehet, hogy az AI az, lehet, hogy kudarcra van ítélve. Az evolúciónak vannak zsákutcái. És senki nem írt alá szerződést arról, hogy az ember evolúciója az hogyan fog véget érni. Ezért érdemes óvatosnak lenni. Rengetegféle mesterséges intelligenciáról beszélünk, ChatGPT, PAI, ahogy említettem is egyébként, ugye ömlik a forró tőke ezeknek a fejlesztésébe. Segítesz nekünk abban eligazodni, hogy jelenleg amik publikusan elérhetőek egyébként, azok milyen nyelvi modellek, a nyelv szintaxisát képesek létrehozni, illetve egyébként vannak a matematikai modellek, vannak-e közgazdaságtani modellek, mondjuk a tőzsdének az életére milyen hatással lesz az egyébként, hogy elképzelhető, hogy perceken belül, vagy tehát hamarosan gépek kereskednek majd helyettünk egyébként emberek által fenntartott és létrehozott vállalatok részvényeire. Én az utóbbinál maradnék, mert szerintem annak nagyon fontos kulturális aspektusa, már most is gépek kereskednek, de nem mindegy, hogy hogyan. Most az elmúlt 3-4 évben azok az ügyletek a tőzsdén, amik gyakorlatilag a másodperc tört része alatt köttetnek, azoknak az aránya, a száma, a teljes forgalom, amikor az amerikai tőzsdékről beszélek, a teljes forgalom belül radikálisan megnőtt. Ennek mégis annyi a jelentősége szerintem, hogy a spekulatív, tehát a kapitalizmus, amelyben a nyugat él, az nem a kapitalizmus, hanem ez egyfajta kapitalizmus. Én ezt spekulatív kapitalizmusnak hívom, mert elszakadtunk a valós teljesítményektől. Nekem is volt olyan, már gimnáziumban volt olyan osztálytársam, akinek volt, nem tudom, 40 tonna gabonája, amit ugye sose látott. Meg igazából szerintem nem volt neki, ő azt gondolta, hogy volt, mert azzal kereskedett. De az nem volt nála. És ennek most már a sokszorosánál tartunk. A spekulatív kapitalizmusban a valós teljesítmények és a pénzforgalom drámaian elválik egymástól, és amikor ennek az időbenisége eljut oda, hogy már észre se vesszük, hogy mi megy át rajtunk, meg mi miken megyünk át, tulajdonosként, kereskedőként, stb., akkor szerintem önmaga paródiájává válik a gazdaság. És egy teljesen fiktív státuszba lépünk be. A mesterséges intelligenciát nyilván erre, tehát az ennek egy fázisa. Én nem tartom ezt jónak, tehát én ilyen szempontból, hogy ilyen archeofuturistának tartom magam, tehát azt tartom rendes üzletnek, amikor a piacon az ember megalkuszik egy kiló almáért, vagy egy kiló krumpliért, és akkor vagy hazaviszi, vagy nem, annak fényében, hogy mit sikerült alkudnia. De azt, hogy köze sincs ahhoz a jószághoz, amit egyébként néhány másodpercig birtokol, azt betegesnek érzem. És ezért tartom problémának azt is, hogyha a spekulatív vagyonok birtokosai, azok az emberek minden nap életére nagy hatással vannak, hiszen ebben semmilyen tapasztalatuk és erkölcsi alapjuk nincsen, mert nem úgy szerezték a vagyonukat, hogy valódi teljesítményt tettek le az asztalra. Úgyhogy ilyen szempontból a tőzsdei részt tartom a legkarakteresebbnek, vagy a mesterséges intelligencia ilyen ambivalens természetét tekintve a legbeszédesebb témának. Tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, ugye valahol az egész és a jelenségnek a kritikája afelé irányul, hogy valószerű lesz-e a világunk. És én a Midjourney nevezetű grafikus AI-jal, amire egyébként abban az értelemben rajongással tekintek, hogy mint a képzeletemnek a kiterjesztése, és képes arra, hogy visszaadja azt, amit én talán gondoltam. Például csináltam a Ronald Reaganről egy olyan portréfotót, nagyon kedvelem az öreg Reagant, és csináltam egy olyan portréfotót, ami a Wes Andersonnak a stílusában készült el, és egy ilyen mosolygós dolog. És azon gondolkodtam, hogy ezt kidobom a netre,
ez teljesen úgy néz ki, mint egy 80-as évekbeli portréfotó, és zseniálisan néz ki, és szép színes, tehát úgy néz ki, ahogy ki kell néznie. És azon gondolkodtam, hogy kidobom a netre, és vajon az én kislányom egyébként, aki egy év két hónapos, ő vajon képes lesz-e fölismerni azt, hogy ez nem egy valódi fotó, hanem egyébként egy Midjourney által generált kép. De szerintem nem ez a kérdés, Miki, hanem az a probléma, hogy nem dolgoztál meg azért a képért. Nem tettél érte semmit. És szerintem nekem azt hiányzik ebből a Midjourney sztoriból, egyébként pedővé a Midjourney-nél 11-en dolgoznak, és az, hogy ezek a cégek forgatják fel adott esetben sok 100 millió vagy milliárd ember életét, ez egy, szerintem ez egy probléma, zárójelbe zárva. Tehát az a problémám, hogy a művészetekben, legyen szó irodalomról, festészetről, filmművészetről, bármilyen művészetről, építészetről, építészeti tervezésről, amit tiszteltél és becsültél, ami lenyűgözött téged, amit csodáltál, amikor megálltál egy alkotás előtt, az egyrészt az erőfeszítés, amit annak a konkrét alkotásnak a létrehozásába beleraktak. Kettő, az a személyes történet, ami nagyon sokszor meghasonlásokon, tragédiákon, küzdelmeken ment keresztül az alkotó, amíg eljutott oda, hogy ezt meg tudja csinálni. Elképesztő meló volt abban, hogy Michelangelo úgy tudott alkotni, ahogy. Elképesztő effort volt ebbe belepakolva. És te csak ennek egy szilánkját, egy szikráját látod, de ott van mögötte az egész. És szerintem ez az alkotásnak, bármilyen alkotásról van szó, ez a lényeg. És ennek a megspórolása azt szerintem elveszi az értékét. Ezért vagyok egyébként ilyen félig, ilyen faramúci módon egyébként optimista a művészetek vagy a kreatív területek kapcsán, mert azt gondolom, hogy ezek a valódi alkotásoknak az értékét a mesterséges intelligencia növelni fogja, mert mindenki alkotó lesz, mindenki annak fogja tudni képzelni magát ezekkel az eszközökkel, és pont ezért, aki valóban belerakja a melót abban a munkában, abban a kézműves munkában, egyébként sokkal több érték lesz. Egy kicsit idealista vagy optimista megközelítés, de abban biztos vagyok, hogy nagyobb kedvel fogok otthagyni pénzt mondjuk egy olyan alkotásért, amire tudom, hogy valódi képzelő alapján rengeteg küzdelem nyomán, erőfeszítés nyomán, idő, energia, lemondás nyomán készült el. Szerintem hatalmas különbség van a technikai megvalósításon túl abban, hogy mennyit ér egy olyan kép, amit Midjourney-vel készítenek, meg mennyit ér egy olyan kép, amit sok évnyi tanulással. Egyébként ugye nyilván személyesen is érintett vagy, és ezért is osztott fel az alkalmazott művészeteknek a példáját, ugye a MOME alapítványát fenntartó vezetőjeként. Vannak ilyen kurzusaitok, ahol egyébként ezzel a jelenséggel foglalkoztok, és magunknak, a hallgatóknak próbáljátok azt képviselni egyébként, hogy hiába bármilyen technikai fejlődés és AI őrület, igazából a személyes áldozatvállalás a mű érdekében az igazán jelentős, nem pedig a technológia biztosította a keretek? Egyrészt a hallgatóink ezt tudják, tehát én úgy látom, hogy ebből a szempontból az értékrendjük az rendben van. Amit én az egyetemen kértem a kollégáimtól, nagyon-nagyon intelligens embereket is rabulja ejtenek ezek a mániák nagyon gyorsan. Nagyon felkészül. Tehát tavaly az volt a téma, hogy az új MOME honlapon legyen ilyen NFT piactér. És mondta, hogy nem lesz NFT piactér. Miért nem lesz? És ugye, mert hogy azt várták, hogy én majd biztos, mint ilyen progresszív, előremutató ötlet, mert biztos támogatom, hogy szó se lesz, semmi NFT piactér, ez nem lesz. De hogy nem lesz? Azért, mert jövőre ki fogod rögni saját magadat ezzel az ötleteddel. És nem akarom annak a fényébe tetszeni, hogy nekem igazam lett, de speciál ebbe ez így történt, tehát hogy az NFT az már, van az a mém ugye, hogy már az medence alján van, full dokol éppen a metaverzum, és most éppen ezért ünneplik a medence tetején a ChatGPT-t, tehát már azt se tudjuk, hogy mi az NFT, akkor sem nagyon tudtuk egyébként. Zárója bezárt. Tehát én azt kértem a kollégáktól, hogy legyenek óvatosak ezzel, és ne kapkodjunk. Ne döntsünk néhány hónapnyi mánia alapján arról, hogy az oktatásban mi dolga van, meg mi nincsen az AI-nak. Ezért azt csináltuk, és szerintem ez a, hát nem tudom, konzervatív attitűdnek a lényege, hogy nem kapkodsz, nem engeded, hogy elvakítson téged egy adott korszaknak a mániája, hanem megnyugszol, felvértezed magad azzal a lelki nyugalommal, hogy nem kell sietni. Azt kértem, hogy hozzunk létre egy agytrösztöt, nézzük meg, hogy mi történik a világban, várjunk,
legyen egy csapat sokféle területről az egyetemen, aki ezen gondolkodik, készítsen forgatókönyveket, szenáriókat, utazzanak, nézzék meg, hogy máshol hogyan foglalkoznak ezzel, és ősszel üljünk le beszélgetni, hogy milyen lehetőségek vannak. De nem fogunk kapkodni. A Momé-nak az egyik magyarországi konkurenciája azzal kezdte, azt hiszem a ChatGPT már a második hetében reklámozni magát, hogy ott mindenre is gyakorlatilag kötelező használni a ChatGPT-t. Tehát, hogy szerintem ezek az egyetemeknek, az egyetemek civilizációs téglák, vagy tartóoszlopok adott esetben, nem az a dolga, mint hogy az egyháznak és ezeknek az intézményeknek nem az a dolga, hogy mindig adaptálódjanak a következő divathullámhoz, az a dolga, hogy bizonyos dolgok ne változzanak. Tehát abban biztos vagyok, hogy meghatározó szerepe nem lesz nálunk a ChatGPT-nak az, hogy lehet-e majd használni, vagy miként, azt azzal meg várunk és gondolkodunk rá, töprengünk, vannak kétségeink. És ezzel semmi gond. Ki lehet mondani olyan mondatokat is, hogy nem tudom. Ezt például lehet mondani. Nem kell mindenbe azonnal hinni. Ez egy infantilis dilettáns megközelítés, amire nagyon hajlamos a modern ember. Nem független médiától. Itt is láttam olyan újságíró kollégákat, akik két naponta írnak mindenféle hype cikkeket a technológiáról. Egyébként nagyon izgalmas, mert ez a progresszív oldalnak a sajátja, hogy azonnal elhisznek mindent, nem csak a politikában, a technológiában is. És két naponta vannak ilyen címlapsztorik, hogy hát ez így változtatja meg az életünket, ez úgy változtatja meg, és akkor tudjátok, van egy nagyon hosszú listája annak, hogy mi minden változtatta meg, ami végülis rohadtul nem változtatta meg, hanem beleállt a földbe pár év után. És pont ezért szórakoztató és ilyen szerintem vicces és konstruktív dolog egy társaságban kerékkötőnek vagy nonkonformistának lenni ezekben a témákban. Érdekes, amit mondasz, ugye, és rá is akartam erre térni egyébként, hogy van egy olyan embertípus, akinek a képzeletét elragadja egy gépezet, és közben olyan picit antihumánus érvelésnek tűnik, mert olyan, mintha ő az embert nem szeretné, a szemben álló másikat nem tisztelné, szeretné annyira, hogy tőle várjon fantasztikus dolgokat, ezért inkább a gépisten felől várja el, vagy szeretné, vagy látja ezt, ebbe látja bele. És igazából az a kérdés, amit mondtad egyébként a progresszív politikát, nekem egy félelmem van az AI-jal kapcsolatban, mégpedig az, hogy szerintem ez a progresszív baloldali globális gondolat, ez szellemi értelemben jelentősen kiüresedett mostanra. Eléggé a falnál áll a gondolatiság. Gondolok itt arra, hogy ha bármelyikünknek bármilyen típusú problémája van a fejében, akkor bemegy a pszichológushoz, és a pszichológus azt fogja javasolni, hogy igazából neki nem változtatásra lenne szüksége, és ezt csinálja meg. És ez szerintem egy olyan destruktív őrület, aminek tehát a falnál... Azért vannak tisztességes pszichológusok is, ne vitassuk el ezt a... Persze. És csak hogy vannak ilyenek, akik ezt tanácsolják az embernek. És van egy félelme az AI-jal, hogy ez a szellemileg üresedett politikai baloldal fogja gépistenre bízni magát abban a tekintetben, hogy hogyan kell nekünk, embereknek berendezzünk a saját személyes világunkat és az egymás közötti hatalmi viszonyrendszereket. Hát nem tudom, hogy ez egy reménye, vagy egy félelem. Lehet, hogy ez jó lenne, mármint hogyha ők ezzel próbálkoznának. Te optimistább vagy ebben egyébként, mint én, mert te azt mondod, hogy a falnál vannak, szerintem nincsenek a falnál, mindig azt hittük, hogy a falnál vannak, aztán mindig kiderült, hogy még méterekkel, meg 100 méterekkel túl lehet menni a falon, ami a baloldali utópiákat, vagy disztópiákat illeti. Igen, azt látom, hogy az AI hype és ezek a technológiai mániák, ezek karakteresen progresszív mániák. Nincsen, és valami furcsa távolságtartás van bennük az emberrel kapcsolatban. Tehát az nem véletlen, hogy az agrárius életmód az meg egy ilyen konzervatív etosz. Nem véletlen, hogy a lassabb élet, a lassabban élt élet, a kétkezi munkának a dicsérete, meg a kisközösségek, mint olyanok, a lokalizmus, ezek alapvetően a konzervatívok számára fontosak. Ez nem véletlen. A technológia értelemben engem az izgat nagyon mostanában, hogy
ennek az iróniája, mert hogy a tökéletes technológia az a természet maga. Természetben olyan rendszerek működnek, amik szofisztikáltságban, hatékonyságban, önszabályozásban, stb. Összesen hasonlíthatók a meglehetősen csökött emberi rendszerekkel. Tehát az isteni technológia az a természet. A természet közeli élet ilyen értelme technológiailag szofisztikáltabb, mint a high-tech, amit a modern ember high-technek képzel el, a steril, ilyen szürke és kék, rideg, hideg, az embert alapvetően másodlagos objektumként kezelő rendszerek, az nagyon távol van a high-techtől. A high-tech az erdő például. Az erdőnél komolyabb high-tech rendszer nincs. És ilyen értelemben nem meglepő az, hogy a modern technológia az kétségbe esetten próbál visszatérni természeti mintákhoz. Most jártam a napokban Londonban, és elmentem a londoni Design Museumban, ahol van egy óriási kiállítás a korszerű, futurisztikus építészeti, építőipari megoldásokról, ahol két technológiát, forradalmilyen új jövőbemutató, fenntartható technológiát mutatnak be, a nádat és a fát. Úgyhogy azt gondolom, hogy technológiai szempontból a természet közeli élet az egy fejlettebb életmód valójában, mint az emberi találmányok mindenhatóságába vetett megközelítés. Izgalmas, amit mondtál, a hely szelleme, tehát hogy a konzervatív megközelítésben, hogyha valahol otthon vagyok, akkor otthon vagyok a világban, abban a világban, ami a hely maga. Én a Waze nevezetű applikációnál szoktam arra ráeszmélni, hogy, és biztos is így valószínűleg a fölismerés bennetek is megvan, hogy rábízod magad az útvonaltervezésben, és egy steril, lebetonozott, esetlenségtől mentes, algoritmizált útra visz téged egyébként, ami gyakorlatilag kivesz a helyből, mert a helyből nem látsz semmit, nem éled át. Igen, és kivesz magából az útból és a megérkezésből, mert nagyon arra van optimalizálva, hogy te a leggyorsabban, a legbiztonságosabban érjél el. Az a kérdés egyébként, hogy ez mondjuk csak adott esetben engem zavar, mert ez valahol ugyanaz a kérdés egyébként, hogy mint emberek átadjuk-e a rólunk szóló döntések meghozatalát a gépnek, vagy pedig ezt a saját birtokunkban tartjuk, ezt a dolgot? Szerintem ez egy fontos téma, amit feszeget döntéshozatal kiszervezése. Nem, ugye beszéltünk már az agymunkának, a nyelvi munkának a kiszervezéséről, a döntéshozatal kiszervezése egy másik ilyen. És az autóknak a digitalizációja szerintem egy kiváló példa erre, amikor ugye minden tekintetben, de nem csak a navigáció tekintetében, hanem ugye a sávelhagyásnak ez a, vagy az, hogy bekötöd a biztonságjövedet, és az összes többi. Mondhatjuk, hogy egyenként végigmehetünk, és akkor el lehet mondani, hogy milyen pro érvek vannak emellett, meg hát ezért mégsem baj, hogy van ilyenünk, de mindegyikkel az emberi döntéshozatal és ezáltal az emberi felelősséget csökkentjük. A navigáció az kulturálisan az egyik legizgalmasabb kérdés, mert egyrészt egy nagyszerű programból esett ki, ez az amerikai hadiparból lett a navigációs rendszer. Komoly innováció, nagy iparág. Nyilván, hogyha most itt összeadjuk, hogy melyikünk életében hány órát spóroltunk, akkor sokat. De ugye cserébe, mivel a másik oldalon például nem tévedtünk el. Ez azt jelenti, hogy nem voltak meglepő, váratlan találkozások az életünkben. Egy csomó találkozás, amire nem készültünk, az nem történt meg. Egy csomó hely, ahol véletlenül kiukadtunk volna, de nem jutottunk el, és ezért az életünk valószínűleg kevésbé érdekes. Viszont lehet, hogy odaértünk a meetingre. És azt gondolom, hogy a kiszervezett döntéshozatalnak az egyik legeklatánsabb példája a navigáció, és ebben én önmarcangoló lennék, mert én is használom a navigációt, de néha jó magunkra erőltetni azt, hogy anélkül menjünk valóban. Különösen legalább, amikor az ember pihen vagy nyaralni megy, akkor jó dolog eltévedni. Jó dolog nem a review alapján választani helyet, hanem intuíció alapján, megérzés alapján, vagy megkérdezni valakit, szóval egyedni. Ezek az életnek a sava borsát adják. És szerintem a digitalizációval általánosságban az a probléma, hogy a kiszámíthatóságot radikálisan növeli az életben, és a kiszámíthatóság
az a, pedig az unalmat növeli, az unalmakból pedig olyan butaságok lesznek, mint a francia forradalom. Köszönöm szépen. Nekem van egy ilyen példám egyébként pont a Vézre. A Balaton felvidéken jártunk a feleségemmel, és ajánlott egy utat, hogy hol menjünk, és Dafke is más utakon jártunk, és egy ilyen magyar napsütötte nyárfaligetes Toszkánába szaladtunk bele, és így teljesen el voltunk ájul az egésztől egyébként, hogy nem ide akar bennünket hozni, és ez az esetlegességet ki akarta venni az életünkből. Még egy példa, múltkor jártam egy magyar, nagyon sikeres magyar ilyen kreatív ipari vállalatnál, egy filmipari cégnél, ami azzal foglalkozik, hogy gyakorlatilag olyan stúdiót épít, aminél már a színészek, sem a színészeknek, sem a rendezőnek, sem az operatőnek nem kell a helyszínre utaznia, hanem teljesen digitális. És hogyha, ugye ezzel rengeteg pénzt lehet spórolni a stúdióknak. Másik oldalról nézve viszont, hogyha felidézitek a kedvenc filmjeiteket, akkor nagy térben fogadok rá, hogy mindegyiknek, hogyha elolvassuk a forgatásának a sztoriát, akkor benne van, hogy ott helyben mikre jöttek rá. A rendezőnek még lett egy őrült ötlete a negyedik napon, a színészeknek lett egy kitaláltak egy geget, ami amúgy nem volt benne a forgatókönyvben, és ettől lettek azok a filmek, azok az alkotások, amik a spontanitástól, és a spontanitást öli meg a totális digitalizáció az életnek. Tehát van egy kulturális kára, és múlt héten voltam egy más szellemiségű fesztiválon, meghívtak előadni, és érdeklődtem, kíváncsi voltam, elmentem, és ott az volt a nagy téma, hogy magyar oktatás volt a téma, nyilván felső oktatás, de általánosságban is a magyar oktatás, és ott így felrótták, hogy nem digitalizáljuk Magyarországon elég gyorsan az osztálytermeket. Egyébként nem tudom, hogy így van, de szerintem így is túl gyorsan digitalizáljuk. Tehát például az iskola digitalizáció, az a gyermeki agynak a digitalizációja, az egy olyan dolog, amiről fogalmunk sincs, hogy generációs léptékben milyen hatással lesz a civilizációra, és mégis úgy csinálni, mint egy kötelező lenne. És én azt állítom ezekről a dolgokról, tehát szerintem szerintem a jövő iskolája például analóg. Ebben nagyon biztos vagyok. És úgy csinálunk, mint hogyha biztosan tudnánk, hogy ezeknek az eszközöknek, ChatGPT-től az osztályterem digitalizációjáig bezárólag mi lesz, és ha fogalmunk sincs róla. Ezek nem kipróbált dolgok, kísérletezünk, ezek társadalmi kísérletek, és azt állítom, hogy ezek mesterséges helyzetek, nem szükségszerű, hogy így van, nagyon sok esetben vállalati lobbik eredményei. Például az osztálytermek digitalizációja, az iskolai tech, az olyan cégeknek a vadászterülete, mint a Microsoft és a többiek, akik megveszik a világ kormányait, és felszerelik az osztálytermeket. Mi lesz a következménye az ő életükben, a gyerekek életében, 20 év múlva, 30 év, senkit nem érdekel. Ezért is gondolom azt, hogy olyan alapkérdéseket is fel kell tenni, amik ilyen furán hangzanak, hogy jó ez, jó az, tehát hogy az életünk szempontjából ezek helyes irányok-e. Nem csak mindig eszközvitát kell folytatni, a mesterséges intelligenciáról szóló konferenciák, 99% az ilyen technikai dolog, hogy mire lehet, akkor hogy lehet jobban használni erre. Biztos, csomó dologra helyes és jó lesz valószínűleg, hogyha használjuk. De azt, hogy mindenben korlátozás nélkül, és alapkérdések, fundamentális kérdések feltétel nélkül, szerintem ez egy rögeszme. És a rögeszméknek majdnem mindig nagyon rossz vége lett. Nagyon érdekes egyébként, mert tulajdonképpen ezeket a kérdéseket megfogalmazni sem szabad az optimisták felé, hiszen itt az új technológia, amiben most hihetünk, és ez forradalmi változásokat hozhat az életünkbe. Akkor is egyébként, hogyha nincsen kipróbálva. Nagyon érdekes egyébként, amit mondtál a digitalizációról és a gyerekekre való hatással. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire neurológikus probléma, de az a helyzet, hogy a kislányom meglátja a telefonomat a kanapén, vagy bárhol, ahol elhagyom. Jaj, bocsánat. Tehát meglátja a telefonomat, és rátapint a kis kezével, és egyszerűen az agyás stimulálja az, hogy fölvillan a képernyő, és már látszik, hogy nyomkodni szeretné, már szívja be a tudatát és a figyelmét tulajdonképpen maga az eszköz. És én a progresszíveknél is ezt látom egyébként, hogy most az új forradalom, az AI forradalma ragadta el a képzeletüket gyakorlatilag. Igen, de legyünk szerintem nyitottak arra, hogy ebben ilyen meglepő koalíciók jöjjenek létre kulturális értelemben. Most pont az őszi fesztivál, a Brain Bar-ra jön egy srác, aki egy ilyen japán, kínai, amerikai egyetemista, és ő csinálta meg... Ne,
a hátteréből, az iskolázottságából, meg a profiából ítélve nem gondolom, hogy feltétlenül egyékenyen árulunk világképileg, viszont ő létrehozott egy olyan programot, a világon az első olyan hatékony szoftvert hozta létre, ami a ChatGPT-vel generált szövegeket lebuktatja. Szerintem itt a józanság tekintetében nem, ez nem egy jobb versus bal történet lesz, hanem egy józanész versus utópizmus történet lesz. Sok esetben egyet fogunk, például az iskolák analogizálása kapcsán, tehát az analóg iskola, a kerti játszás és az hasonlóknak az értéke és fontossága kapcsán, én nem gondolom, hogy itt majd mi leszünk ezen az oldalon, és ők lesznek a másik oldalon, hanem lesznek tisztább tudatú emberek, meg ilyen zavart, és az időszakos mániáknak jobban kitett tudatú emberek. És ezek sokféle koalíciók lesznek. Én nagyon köszönöm az eddigieket, és hogyha bárkiben bármilyen típusú kérdés felmerült, akkor nagy szeretettel és büszkeséggel tegye föl. Köszönöm Gergőnek, hogy eljött, és köszönöm, hogy elvállalta, és örülök, hogy egy olyan emberrel találkozhattunk, aki az emberi mi voltából fakadóan egy emberközpontú világ mellett érvel, és ezt szerintem, nekem ez tetszik, és úgy tűnik egyébként, hogy a digitális jövő. Engem még soha nem neveztek humanistának az elején, tehát ezt csak azért mondom most, mert itt vannak a kollégáim, ezt jól jegyezzék meg, hogy engem, van, ahol engem humanistának tartanak. Ha más nem, legalább ez kiderült, erre jó volt.